Újabb mérföldkőhöz érkezett a Ceglédi Dob Múzeum, hiszen mától hivatalosan is poptörténeti emlékpont lett. A hangfoglaló program 2014-ben indult útjára, és ennek egy nagyon fontos része a poptörténeti tanösvény, mondta Múrzsa Tíme, a hangfoglaló program koordinátora. Olyan helyszíneket gyűjtünk össze a magyar könnyűzene történetéből, amelyek fontosak valamiért. És hát talán nem kell magyarázni, hogy a Dobmúzeum miért fontos, egy nagyon unikális kezdeményezés, és azért is unikális, mert ebben a poptörténeti tanösvényben ez az első múzeum, amely helyet kapott, eddig csak koncerthelyszínek, egykori klubok kaptak emléktáblát, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ide is eljuthatunk, és emléket állíthatunk ennek a helynek. Kármán Sándor nagyon örült, hogy a Dobmúzeum a poptörténeti tanösvény részévé vált. A program keretében az országban most 19. alkalommal avattak emléktáblát. Minden olyan dolognak nagyon örülök, ami fölhívja a figyelmet arra, hogy szerény kisvárosunkban van ilyen is, hogy Dobmúzeum. És hát mivel az ütőhangszeres kultúra népszerűsítését tűztük fel a zászlónkra évtizedekkel ezelőtt, nekem ez a dolog nagyon, nagyon szívembe markol, hogy emlékpont lehetek én is. Tehát a munkám elismerték egy kicsit ezzel. Kármán Sándor arról is beszélt, hogy a gyűjtemény kinőtte a jelenlegi helyét. Egy jóval nagyobb helyre van szükség ahhoz, hogy minden különlegesség elférjen. Mindenkinek azt mondom, hogy ha rendelkezésre állna egy legalább 600 négyzetméter alapterület, akkor megkockáztatom, hogy a gyűjteményt 21. századi módon kiállítva Ceglédet fölírhatná Európa turista térképére, mert olyan színvonalas az anyag, hogy talán ez sem nagy képűség, ha azt mondom, hogy világviszonylatban is párját ritkítja. Az avató ünnepséget Banai Szilárd és Kármán Sándor előadása tette még különlegesebbé. Az emléktáblát Földi László országgyűlési képviselő és a múzeum vezetője Kármán Sándor leplezte le.